Egyre több helyen olvasható az az információ, hogy a szennyvízben kimutatható a koronavírus örökítő anyaga, amelyből 4-10 nap eltéréssel következtetni lehet a járvány belobbanására. Ennek kapcsán felmerülhet az is, vajon a csapvíz fogyasztása biztonságos-e. Fontos tudni, hogy a szennyvíz sem fertőz, ugyanis a vírus elpusztul benne, csak az örökítő anyaga mutatható ki. Az ivóvízzel ráadásul sosem kerül kapcsolatba. Így a Magyar Vízi Közmű Szövetség közleménye szerint az ivóvíz fogyasztása biztonságos, egészséges és környezetbarát, hiszen Magyarországon a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer a csapvíz. Az ellenőrzést a nyírségvíznél is rendszeresen elvégzik. Két hetente kolléga megy körbe, és két heti gyakorisággal vízmintavétel történik, amit az akkreditált laborunkban mind bakteriológiai, mind vízkémiailag vizsgálnak a laborosok, és kapjuk a visszajelzést, hogy mi az eredmény. Szigorú ellenőrzés van, biológiai vonatkozásban rendeleteknek megfelelő, vízkémiai vonatkozásban pedig több vízmintát veszünk, mint amennyi az előírás. Összesen 91 településen szolgáltat ivóvizet a nyírségvíz, amelynek alközpontjai Kisvárdán, Máté-Szalkán, Nyírbátorban, Ibrányban, Tiszalökön és Nyíregyházán működnek. Júniusban több, mint 1,5 millió köbméter vizet adtak ki, júliusban és augusztusban közel 1.800.000. Az elmúlt 8 hónap alatt összesen 13 millió köbméter ivóvizet biztosított a 37 vízmű. Ezt az ellátottságot eddig sem és a továbbiakban sem befolyásolja a koronavírus. Mi rétegvizet termelünk ki, kutakból szerezzük be a vizet, vízmű kutakból. Az annyit jelent, hogy 100 méter alatti rétegekből termeljük ki a vizet. Ezek földtörténeti besorolás alapján alsó pleisztocén korúak, tehát több ezer éves vizekről van szó. Maga a technológia effektíve zárt, tehát nem fertőződhet be a rendszerünk ezzel a vírussal. Emellett minden egyes vízműtelepen megvan a klórozás, illetve klóradagolás lehetősége, és tudva levő, hogy ez a vírus ugye egy fehérjeburokkal ellátott, tehát a klór ezt elérvén megsemmisíti ezt a vírust. Nyugodtan lehet fogyasztani a vízünket, mert megfelelő. A lakásokba érkező csapvíz a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Nem szükséges tehát műanyag palackokban felhalmozni otthon flakonos vizet, hiszen Magyarországon közel 100%-os a települések vezetékes ivóvízzel való ellátottsága.